Mit is jelent Dióhéjban a tudat? Ezt igyekszünk majd mindenkiből előhozni, de néhány szót azért mégis hagy ejtsek a tudatról. Mindenkinek van egy teste, ami egy fizikai valóságunk, és mindenkinek megvan az akarata, megvan az elméje, megvannak a gondolatai, amelyet tanulva szépen lassan szüleinktől, nagyszüleinktől, tanárainktól megkaptunk. Ez az elme, ami úgy gondoljuk, hogy az életünket meghatározza. De minden nagyszerű dolog valójában nem a testünkből, nem az elménkből fakad, hanem egy magasabb énünkből, amire azt mondjuk, hogy maga az emberi öntudat, maga a tudat, és hogyha a minden tudatra gondolunk, akkor pedig arra valakire kell gondolnunk, aki mindent tud, ez pedig nem más, mint az öregisten, aki a Föld minden teremtményével, a galaxisok minden teremtményének a tudásával tisztában van. És amikor arra gondolunk, hogy vajon ki lehet a teremtő tudat, akkor pedig a jó Istenre kell gondolni, Isten apánkra, aki megteremtett minden szép és jót, de az itt lévők nagyon jól tudják, hogy a Jóistennek volt egy testvére is, aki nem a szépen és jón törte a fejét, hanem pontosan azon, hogy hogy lehetne a szépet és a rosszat valahogy egy kicsit mindig elrontani. Hát ő az a valaki, akit úgy hívunk, hogy sötét oldal, és tudnunk kell róla, hogy neki is nagyon sokáig teremtő ereje volt. Mindaddig, amíg egy tulajdonsággal el nem veszítette a teremtő erejét, attól az időponttól már csak ártani és rontani tud, de teremteni nem. És az a tulajdonság, amivel elvesztette a sötét oldal a teremtő képességét, ez az irigység volt. Vannak még rossz tulajdonságok, mint gyűlölet, féltékenység, kisebbrendűség, bűntudat, ami megmételyezi az emberi természetet, de a bukás az irigységnél kezdődik. És amikor így az ember rátekint, ha lehet úgy mondani, nagyba a világra, akkor mindig magunkra is kell vonatkoztatnunk, hogy vajon bennünk volt-e, van-e, vagy egyáltalán az esélye megvan-e annak, hogy az irigység, mint olyan tulajdonság megmozdul bennünk. Mert ha igen, hát akkor van egy nagy probléma. Elveszítjük a teremtő képességünket. Mert pont annyi erővel, amennyivel irigykedünk valakire vagy valamire, pont ennyi erővel, ha befogjuk jó oldalra, akkor meg is teremthetjük azt, amit mi szeretnénk. És nem irigykedni kell másra, hanem megmutatni, hogy mi is meg tudjuk csinálni. Ha megengeditek, én minden évben újabb és újabb világokat szeretnék bemutatni nektek, és a mai napot egy olyan különlegességgel szeretnénk fűszerezni, ami eddig még nem volt. Ez a különlegesség pedig az lesz, hogy elutazunk az emberi tudat működésének legnagyobb titkaiba, és fölidézzük azokat a klasszikusokat, azokat a világhírű drámaírókat, írókat, költőket, tudósokat, Nobel-díjasokat, akik megérezték ezeknek a világoknak az üzeneteit, és elképzelhető, hogy egy hétköznapi ember ezekhez a világokhoz nehezen nyúl hozzá, mert azt mondja, nem nagyon értem. Ezért én úgy döntöttem a mai nap, hogy igyekszem nektek ezeket a világokat föllebbenteni. Ezek a világok egyébként valamennyiünkben benne él, a lelkünkben él. Így működik a lelkünk, így működik a tudatunk, így működik a felettes énünk. És egy nagyon kedves barátom, aki az erdélyi Bolyai Egyetemnek az igazgatója volt, ma is a tanára, lesz a segítségemre, amikor én fűzöm a szót, tanítalak benneteket, akkor megkérem majd őt, hogy idézzen föl egy-egy nagy klasszikust, aki 300, 400 vagy 500 évvel ezelőtt egy-egy csodálatos művében már kimondta ezeket az igazságokat, ezeket az előremutató gondolatokat, megmutatták, hogy az ember hogy emelkedhet meg
a jelenlegi nagyon nehéz helyzetéből, és megkérem majd dr. Nagy Attilát, hogy egy kicsit idézze meg nekünk Shakespeare-t, Dostoyevskit, Dantét, keltse életre itt előttünk a gondolatait, én pedig igyekszem majd ezeket a gondolatokat mindig egy-egy bölcsőbe behelyezni, hogy életre keljenek ezek a gondolatok. A mai napot egy ilyen lelki fejlődéssel, egy táltos létrával mutatnám meg nektek, hogy hogyan tudtam úgy megérinteni az egeket, hogy közben két lábbal a földön maradtam. Mert talán ez az egyik legfontosabb dolog. Teremtő tudat, mátrix, információk. Egy kicsit ezek a gondolatok egy hétköznapi embert akár meg is ijeszthetnének. Vagy azt mondjuk, hogy kvantumfizika. Hajjajjaj, ez valami nagyon nehéz dolog lehet, gondolják az emberek. Nem vagyok benne olyan biztos, hogy nehezek ezek a gondolatok. Talán akik próbálják prezentálni, azok sem értik, és azért nem tudják úgy elmondani, hogy mindenki megértse. Ezért, ha lehet úgy mondani, én ezeket a nehéz gondolatokat igyekszem nektek úgy elmondani, úgy átadni, hogy minnyájan megértsétek a legkisebbtől a legnagyobbakig. És akik már úgy érzik, hogy a kvantumfizika csinyát, binyát ismerik. Talán, amit itt most ma hallani fognak, az egy ismétlés, mert nekik már nem lehet újat mondani. Ha valaki úgy gondolja, hogy egy területen ő már mindent tud, akkor lehet, hogy valami elkerült eddig a figyelmét. Buddha ezt annak idején úgy mondta, hogy telepohárral ne gyertek hozzám, mert én a telepohárhoz bármit hozzáteszek, az ki fog csorogni. Üres pohárral gyertek hozzám, hogy meg tudjam tölteni a poharatokat. Jézus Urunk ugyanezt a következőképpen fogalmazta. Az óbor ótömlőbe való, az újbor új tömlőbe való. Ha javasolhatom, amit tudtok ezekről a világokról, az mind jó. Örülök neki. De most egy kicsit engedjétek el magatokat, és hagyjátok, hogy egy üres pohárba új ismeretek jöjjenek, és ezzel az új ismerettel az eddigi tudásotokat egy kicsit struktúráljátok át, egy kicsit frissítsétek meg, hagyjatok magatoknak egy lélegzetnyi lehetőséget. Mindig voltak, mindig vannak emberek, akik rám is nagyon nagy hatással vannak. Ha megengeditek, a Matrix világába való fölemelkedéshez hagy idézzek egy kedvencemet, Max Planckot fogom idézni, aki 1918-ban a Nobel-díj átvételekor egy nagyon rövid, de nagyon komoly üzenetet hagyott számunkra, következőt mondta. Egész életemben az anyagot kutattam, de rá kellett jönnöm a hagyományos értelembe vett anyag valójában nem is létezik. Az anyag egésze kizárólag egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, amely az atom részecskéjét rezgésbe hozza, és végül parányi naprendszerét összetartja. Az univerzumban, ami létezik, energia által jön létre. Azt kell feltételeznünk, hogy az energia mögött egy tudatos elme létezik, ami a Matrixot megteremti. Gyönyörűség. Minden egyes szava olyan, mint egy gyöngyszem. Képzeljétek el ezt a tudóst magatok elé. 30 éve kutatja a világ legkomolyabb laboratóriumába az anyagot, és rájön, hogy valójában olyan, hogy anyag nem is létezik. Mert minden, amit anyagnak látunk, energiából van. És hogy az energia most éppen egy fa, vagy egy virág, vagy ember formájába strukturálódik, ezt egyetlen dolog dönti el.
Mit mond erről Max Planck? Egy elmének kell mögötte létezni, aki ezt az egészet kitalálja. És az egészet hogy hívják? Minden, ami létezik, azt mondja Max Planck, nem más, mint a megteremtett mátrix. Gyönyörű. 1918. Max Planck elénk tárja, hogy minden a világba, ami anyagi, azt a tudat teremti meg. Ő a szellemvilág ősforrása. Ő a minden a mindenben. Akkor lesz meg mindenünk, amikor tudatossá válik az életünk. Amíg nem tudatos az életünk, addig valamit nem használunk magunkba. A tudat az embernél olyan, mint egy interkontinentális rakéta, mindenre képes. De amíg az ember nincs tisztában azzal, hogy van tudata, addig csak a testével és a gondolataival van elfoglalva. Sok mindent meg lehet vele tenni. De ha bekapcsolja az ember az intuícióját, a tudatát, összekapcsolja magát a saját teremtőjével, akkor eddig elképzelhetetlen dolgokra is képesek vagyunk. Victor Hugo mondja a következőt. Szép dolog kifaragni egy szobrot, és életet adni neki. De még szebb dolog megformálni egy emberi lelket, és megtölteni igazsággal. Miért olvastam föl ezt a gondolatot? Azért, mert az igazságok ismerete nélkül nem léphetünk be a tudat világába. Az életünk egy interdimenzionális élet. A létezésünkben vannak időn túli dolgok, amire azt mondjuk, hogy hú, ha én ezt tudtam volna. Vannak időbeni dolgok, amikor még meg tudunk bizonyos változtatásokat tenni. De aki tudatos, az előre megérez, előre meglát dolgokat, és erre mondjuk, hogy képes az ember az idő előtti felismerésre. Tehát vannak időn túli, időbeni és idő előtti felismerések, ezek a megérzések. Nagyon sokat kutatták ezt a tudósok, hogy honnan jönnek ezek az idő előtti dolgok. És a legújabb kutatási eredmények megmutatták, hogy ezt nem az agy érzi meg, hanem a szívnek van egy mezeje, egy szívmező, amivel előre megérzem, hogy mi fog következni. Megkérdezhetem, kinek volt már az életébe ilyen élménye, hogy megérzett valamit előre? És úgy is lett. Erre nincs racionális magyarázat. Erre egyetlen magyarázat van. A szív mezeje, a tudat ereje. Bekerültetek ebbe az állapotba. Milyen érzés lenne, ha egyre több ilyen jó megérzésünk lenne, ki örülne ennek? Mit gondoltok, kell azért valamit tennünk, hogy ez a képességünk, a tudatunk, az előérzetünk nagyobb legyen? Hát nagyon sok mindent kell tenni. Amivel mi foglalkozunk, az egyre erősebb lesz bennünk. Ha mi az elménkkel foglalkozunk, egyre okosabbak, egyre értelmesebbek, egyre tájékozottabbak vagyunk. Ha a testünkkel foglalkozunk, egyre szebbek lesznek az izmaink, egyre formásabbak, egyre fürgébbek leszünk. Na de ha a tudatunkkal foglalkozunk, vagy inkább úgy mondom, ha a tudatunkkal is foglalkozunk, egyre intuitívabbak leszünk, egyre jobb lesz a beleérző képességünk, egyre inkább fogjuk látni, hogy mi következik. És ha látom, hogy egy ilyen és ilyen életmódból mi következik, változtathatok az életmódomon? A gondolkodásomon? A táplálkozásomon? Hát előre látom, hova fogok jutni. Persze, hogy változtathatok. És ha változtatok, lesz változás a jövőmben?
Hát persze, hogy lesz. Ostoba ember az, aki azt mondja, minden előre meg van írva. Hát ha ez így lenne, tényleg semmi dolgunk nem lenne. És amikor bizonyos dolgok áldozataivá válunk, csak annyit mondanánk, hát ez is meg volt írva. Egy tudatos ember előre megy egy kicsit az időbe, megnézi, hogy mi következhet, ha így marad, és ezen változtat. Hogy egy kicsit könnyebb dolgunk legyen, drága Ildikémmel, egy égi sugallatot valóra váltottunk. Létrehoztunk egy olyan berendezést, aminek előérzete is van. Valójában a mi előérzetünket, a mi lelki üzenetünket időnek előtte elénk tárja. Fehéren, feketén olvasható van. Tudjátok, nagyon sokan azért imádkoznak, hogy ha van egy elképzelése, vagy van egy ötlete, a jó Isten adjon rá áldást. Mi nem ezért imádkoztunk. Mi azért imádkoztunk, hogy részesei lehessünk annak az isteni tervnek, amit a jó Isten kitalált nekünk. És kértük, hagyd legyünk ebbe részesek. Hagyj valósítsuk meg mi ennek egy részét, amit a jó Isten akar. Mert erre nem kell áldást kérnünk, mert ezen áldás van. És ti, amikor magatokhoz vesztek egy matrix információt, amikor megméritek magatokat, és egy idő után beleszerettek ebbe a berendezésbe, és megmértek ugyanúgy másokat, mint ahogy mi megmérünk benneteket, az isteni terv részeseivé váltok. És ez a terv, ez áldott. Ezzel a berendezéssel nem csak idő előtti dolgokba kaptunk betekintést, hanem még egy különös világba. Az életben vannak logikátlan döntések, úgy is lehet mondani buta döntések. Vannak logikus döntések, és én megvizsgálok egy elektronikus berendezést, tele van logikai áramkörökkel, csak csupa logikus döntés van benne. Ez a logikus döntés egyébként ma digitálisan működik, de ugye egy laptop, ugye egy televízió, ugye egy GPS. A logikus döntésnél kettő lehetőség van. Igaz vagy hamis az állítás? Igaz vagy hamis? Ez a 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Minden szint, minden hőt, minden iszt, minden történést digitálisan le tudunk írni igaz és hamis állítások sorozatával. Vannak logikátlan dolgok, vannak logikus dolgok, de vannak ám logikán túli dolgok is. Amikor bármelyikőtök szembeáll a gyermekével, vagy a férjével, vagy az édesanyjával, megkérdezel tőle valamit, és milyen választ fogsz kapni, hát te várod a logikus választ, és azt fogod kapni? Valami teljesen mást, amire te nem is gondoltál. Milyen választ fogunk kapni? Hát egy logikán túli választ fogunk kapni. Ezért nagyon komoly feladatot jelentett a számítástechnikusoknak, hogy az embert megpróbálják utánozni. Mert a logikus ember tudják utánozni, de a logikán túli embert nem. Ami bennünk megvan, ami nekünk egy fantasztikus képességünk, ez a logikán túli képesség. Ezeket az erőket, ezeket a tereket használják a lélekgyógyászok is, a pszichével dolgozó gyógyászok, akik próbálnak távgyógyításokat végezni, távolból megoldani dolgokat, olyan történéseket előidézni, amire azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Hogy lehet 600, 700 vagy 1000 kilométerről egy emberre úgy hatni, hogy az ember ott sincs. És a túloldalon lemegy a gyermeknek a láza, a kómában lévő ember életre kell. A megoldhatatlan probléma egyszer csak megoldódik. Távból. Egy más dimenzióba. Ezek a dolgok nem logikátlanak, nem logikusak, hanem logikán túliak. A tudat teremtő mezejéből valóak.
a tiszta tudat teremtő erővel bír. A tiszta tudatnak egy A betűje az igazság. Igazság nélkül el se induljunk a tudat feltérképezésébe, önmagunk öntudatra ébredésébe. Igazul lehet csak elindulni ezekbe a világokba. Tudnunk kell azt, hogy a jövőnk, hogy mi lesz velünk, az egy valószínűség, egy nagy valószínűség. Ha valaki biztosra megy a világba, már mondom, hogy veszített. A világban minden bizonytalan. Sokáig az emberekkel el akarták hitetni, hogy a jó kis biztos az igazi. De ezek az elméletek nem nagyon jöttek be. Heisenberg óta tudjuk, hogy a világban bizonytalanság van. És mivel tudjuk, hogy bizonytalanság van, készülünk minden lehetséges dologra. Úgy, hogy a legrosszabb esetben is jól tudjunk kijönni belőle. És készülnünk kell előre bizony balesetekre, megrázó eseményekre, hogy ne ott kelljen majd kapkodnunk, hanem tudjuk, hogy mihez kell nyúlnunk, tudjuk, hogy kitől kell segítséget kérnünk. Föl kell készülnünk minden lehetőségre. Ahhoz, hogy másképpen fogjuk fel a világot, hogy másképpen gondolkodjunk, változtatnunk kell a viselkedési mintáinkon. Fantasztikus érzés végignézi rajtatok. Ápolt, jól arcú, jól öltözött, kellemes embereken. Nekem innen most egy ilyen élményben van részem. Köszönöm ezt a megtisztelő viselkedést, öltözködést, készülést, a derűt az arcotokon, a vágyakozást, amit elhoztatok. Isten tartsa meg a jó szokásatokat. Egy egészen biztos, nagyon komoly nyomokat hagytok a világba, ahol csak végigmentek az utcán. Igazodási pontokká váltatok. Köszönöm nektek. Nagyon sok viselkedési mintánk van. Nagyon furcsa eszméket kellett az elmúlt évek során magunkével tenni, és itt hangsúlyoznám az egyik legveszélyesebbet, a marxizmus, szenilizmust, vagy a tudományos materializmust, ami pont az ellen szól, ami több száz éve a tudósok is már rég el kellett volna, hogy felejtsenek, hiszen a hagyományos értelembe vett anyag nem is létezik. De sajnos a mai intézmények, intézményrendszerek, iskolák, kutató intézetek, akadémiák még mindig materialista szemlélettel működnek. Nagyon nehéz észrevenni ezeket a tév eszméket, amelyek uton útfélen utolérnek bennünket. Ezeket a gondolati csapdákat, amiben az ember él. Ezzel szemben a tudatosodó ember, ahogy egyre magasabb szintekre lép, megérti a teremtés összefüggéseit, egyértelművé, világossá válnak ezek a mezők, és önmaga is teremtő emberré válhat. Drága Attila, hogy látják ezt a nagyjaink, a klasszikusok? Kélek, avasd be ebbe bennünket egy kicsit. Bár a klasszikusok, bárkiről legyen szó, bármilyen nemzet nagyjairól, föl-föl villantanak egy-egy érdekes gondolatot, azért tudni kell róluk, hogy ők nem összegezték ezeket úgy, ahogy András összegzi könyvében. Tehát egy teljes építmény, egy teljesen kész valami, ami sugallatra épül, és egy csoda, abba ezek mind-mind csak klasszikus, azt lehetne mondani, hogy ilyen pillanatnyi nagy megérzések. De tudomásom és ismeretem szerint egyikük sem látta ezt ilyen mértékben, ilyen összefüggésben, ilyen magasról, ahogyan készülőkönyvében Kovács Magyar András. Dante Alighieri, a híres isteni színjátéknak a szerzője, már majdnem 800 évvel ezelőtt a következőképpen
beszél a rögeszmékhez maradéktalanul ragaszkodó emberről. Magadra vess, ha homályban maradtál, mert nem engedi látnod a hamis kép, amit látnod kéne. Köszönöm szépen. Hát akkor próbáljunk meg ne hozzátapadni a hamis képhez. Próbáljunk meg a belénk súlykolt képektől elvonatkoztatni, próbáljunk meg egy új mintát kialakítani, és új mintákat követni. A több ezerféle Matrix Drops-ban tudati mintákat helyeztünk el, tökéletes és új tudati mintákat, amelyekhez tudunk igazodni. A Matrix Drops komputer megmutatja nekünk a rögeszméinket, téveszméinket, tévhiteinket, és segít ezekből kilépni. Sok-sok embernek más-más téveszméi és rögeszméi vannak. Soha nem kell szégyelni. Mindenkinek van. Viszont büszkének kell annak lenni, aki tud viselkedési mintát váltani. És a viselkedési mintához hozzátartozik a viseleti minta változtatása is. Amikor én más ruhákat viselek, amikor én egy társaságban másképp szólalok meg, másképp viselkedem. És milyen különös, a régi tanítókat úgy hívták, hogy nevelők. Mert ők nem csak a tananyagot adták le, hanem ezekre a bizonyos mintákra nagyon komoly energiákat fordítottak, neveltek. Felnőtt ember révén valamennyiünknek saját magunkat is nevelnünk kell. Egyébként gondoljatok bele, milyen az, amikor valaki mond valamit, hogy ennyi, ezt nem így és nem így kellene csinálni. Legritkább eset, hogy az embernek tetszik, hogy megkritizálják. Holott ez nem kritika. Ha azt is megmondják, hogy hogyan, akkor az építő jellegű javaslat. Úgy alkottuk meg a berendezésünket, hogy megmutatja a téveszméinket, és megmutatja azt is, hogy bennünk van ennek a jó oldala is, csak azt elő kellene hozni. Logikus gondolatok. Bizony a logika, az emberi logika, amit az iskolában is tanítanak nekünk, azok olyanok, mint a repülőgép kerekei. A futómű szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép begyorsuljon, és valahol a felszálló pálya végén olyan sebességre tesz már szert, hogy meghúzza a pilóta az emelkedéshez szükséges karokat, a szárnyba megmozdulnak mechanikák, és fölemelkedik a gép. Képzeljétek el, ha utána is kint maradna a futómű. Micsoda légellenállás lenne, micsoda rázkódás lenne. Ezért, amikor fölemelkedett a gép, mit csinál a pilóta? Visszahúzza a kerekeket. A gép testébe. És a gép siklásba kerül. Hát így vagyunk mi a logikával. Nagyon fontos, de amikor már megemelkedtünk, akkor bizony vissza kell, hogy húzzuk a logika, a materiális felfogás, az elme gondolatait magunkba, és oda kell adni magunkat egy magasabb szintű lényünknek, ami már repülni képes, ami új dolgokat képes látni, ami intuitívan üzeneteket képes fogni. Oda kell, hogy adjuk magunkat a tudatunknak. Csak így tudunk szellemben fejlődni. A logika fontos, mint a kerék. De egy idő után gátol bennünket a fejlődésben, a szellemi szárnyalásban. Drága Attila, a logikáról és a tudatba történő átmenetről mondanak-e valamit az elődeink? Igen, szép és nagyon szívhez szóló dolgokat mondanak. Victor Hugo
Azt mondja, a téves gondolkodás a lélek öngyilkossága, mérgezés, az ábránt vonz, hízelkedik, csal, átfon, és a végén bűntársává tesz. Bevon a lelkiismerettel űzött szemfényvesztő játékba, elbájol, aztán végül tönkretesz. A német nagy óriás Goethe pedig a következőképpen nyomatékosítja ezt a gondolatot. Kevesen vannak, akik elmével is rendelkeznek, és ugyanakkor jótétre is képesek. Az elme kiterjeszt, de megbénít. A tett ezzel szemben mindig nemesít és megelevenít. Köszönöm szépen! Milyen különös az elme, amin munkálkodunk óvodás korunk óta az egyetemekkel. Végig az elménket fejlesztjük. Az elmét úgy képzeljétek el, hogy a gondolataink tárháza, ahol az okos gondolatok forognak, pörögnek, osztunk, szorzunk, kivonunk, variálunk, de ez mindig csak egy tanult tudás. Ez az elmeszerű tudás. És milyen jól mondta Attila barátom, hogy egyszer csak ezek az elme béli dolgok nem tudják adni azt nekünk, amire mi vágyunk. Sok ember megtanul valamit, és mint a lejátszós magnó újra és újra ismétli saját magát. Van-e olyan ismerősötök, akivel találkoztok az utcán, és már tudjátok, mit fog mondani, mert 20 éve ugyanazt mondja? Kinek van ilyen ismerőse? Ez az elme. Bárkivel megáll, elmondja ugyanazt a két sztoriát, mert annyi történt vele egész életében. Tudjátok, az elme azért mégis följebb van, mint egy fizikai test, mert az elme azért tanítható. De egy alacsonyabb dimenziónk megnyilvánulása szemben a tudattal, ami a legmagasabb megnyilvánulásunk. Mi úgy döntöttünk, drága feleségemmel, Attilával, a kollégákkal, hogy senkinek nem adunk jó tanácsot. Tudjátok, a jó tanács az a dolog, amit mindig ingyen adnak, és még soha senki nem fogadta meg. Nem adunk jó tanácsokat, hanem egy új mintát szeretnénk adni, egy új gondolkodási, viselkedési, tudati mintát, amit, ha úgy gondoltok, beépíthettek az életetekbe. Egy biztos, ha valahol egy kicsit is megváltoztok, minden meg fog körülöttetek változni. És amíg nem látjuk be a nem kívánatos dolgainkat, addig az égvilágon semmi nem fog változni. Nagyon sok ember képtelen változtatásokra. Pedig csak a változtatás billenhet ki bennünket az elmeszerű állapotunkban. A tudati megvilágosodás, a tudati változtatás minden pillanatban megadatik nékünk. Ezt Jézus Urunk úgy fogalmazta meg, bizony mondom néktek, egy pillanat elég, hogy megváltozzatok. De ez a pillanat azt jelenti, hogy az elmeszerű állapotomból váltok egy tudatos állapotba, egy másvilági, egy magasabb dimenziós állapotomba. Ebben a bizonyos állapotban, amit mi igyekszünk előhívni magunkba, a teremtő energiáink megsokszorozódnak. Ha valakinek még mindig egy kicsit furcsa, hogy jó, de mi ez a tudat? Megkérdeznélek benneteket, ki az, aki életébe csak egyszer is aludt már, lefeküdt aludni és elaludt. Van-e közületek ilyen ember? Néhányan, hárman, négyen fölnyújtották a kezüket. Dicséretes. A többieknek mondom, ha majd egyszer megérzitek azt az állapotot, hogy elaludtatok, az egy más tudatállapot. Nem vagy tudatodnál.
De van-e közületek olyan valaki, aki álmodott már? És csupa logikus dolgot álmodtál, vagy esetleg megálmodtad, hogy valahol, valamikor, valakivel, és eltelt 10-15 év, és egyszer csak ott volt az, amit te megálmodtál. Ki járt már így, hogy előre megálmodott bizonyos dolgokat? Ez a tudat működése. De hol érintett ez meg téged? Egy más tudatállapotba. Van-e közületek olyan, nem nézek oda, de a kezeket szeretném fölgyújtanátok, aki esetleg már annyit ivott, hogy más tudatállapotba került? Nincs senki? De láttatok már ilyen embert biztosan? Az is egy más tudatállapot. Nem az elme, nem az ész, hanem valami egész más működik olyankor az emberbe. Igen, az is egy más tudatállapot. Hallottatok már bizonyáról olyan emberekről, akik füveket szívnak, kábítószereznek, és bekerülnek egy más tudat állapotba. És mit gondoltok? Van-e olyan, hogy valaki nem szed kábítószereket, nem iszik, sőt, el sem alszik, és egy más tudatállapotba kerül, mint az elme állapota? Ki az, aki úgy gondolja, hogy van ilyen? Hát erről van szó. Meg lehet ezt józanul is csinálni. Ha én szeretnék átmenni egy más tudatállapotomba, anélkül, hogy lefeküdnék aludni, és várnám, hogy majd álmodok valamit. Na, ez talán a legkönnyebb fölfogni, de ez a tudatállapot, ez mindenkivel ott van, mindenki képes rá, csak megszólítani tudjuk egy kicsikét nehezen. Miért? Hát mert ezt nem nagyon tanítják. És ha megtanuljuk, hát akkor fogjuk tudni. A tudat szemmel láthatatlan varázslatos világ. Több módon is be lehet tekinteni ebbe a világba. Én egy ősi eszközzel, egy radiesztéziás mérővesszővel tekintettem be legelőször ebbe a világba. Egy mérőpálcával pillantottam be. Amikor először fogtam a kezembe egy ilyen varázspálcát, olyan volt, mint amikor belép egy ember egy forgóajtón, kint a fényből, és bekerül egy sötét, egy teljesen szokatlan új világba, egy félhomályba, ahol csak pislákol némi világosság. De miután az ember hatodik érzékletének a szeme hozzászokik ehhez a másvilági fényhez, elénk tárul egy új világ, egy új világ ismeretei tárulnak elénk, egy teljesen új mező, amiben új információk vannak. És amikor én beléptem ebbe a világba, nekem is teljesen szokatlan volt. Furcsa volt. Nem a szememmel láttam, hanem a pálcámmal érzékeltem. Nem véletlen, hogy mindnyájótoknak ezt az élményt adom át először, milyen betekinteni egy láthatatlan világba egy új érzéklettel, és egy új érzékelővel, a pálcával. Ha lehet úgy mondani, a tudat világába engem ez a csodálatos jó barát vezetett át. Drága Attila, van-e olyan költőnk, írónk, tudósunk, aki az elmúlt évszázadokba jelezte ezt, vagy beleérzett ezekbe a világokba? Igen. Aki hasonlatos módon érezte ennek a varázsát, az ő életében, az ő útján, az ő megtapasztalásai szerint, az a már idézett Johann Wolfgang Goethe, aki azt mondja a Faustjában, nagyon nagy elragadtatásában, akár csak András ebben a lírai önvallomásban: rég nem tapasztalt vágy ragadt meg engem a halk, de komoly szellemvilág iránt.
Megborzadtam, könnyet ért szememben, s szívem nagyobb érzékenységre vált. Köszönöm szépen. Hát igen, amikor én is ebbe a világba beléptem, a szívem egy nagyobb érzékenységre vágyott. Nem az elmém, nem az agyam, a szívem. A léleknek az érzékletei, az előérzeteink a szív mezőkben vannak, és nem az agy mezőkben. Milyen csodálatosan fogalmazott Goethe, hogy a szíve nagyobb érzékenységre váltott és vágyott. Amikor én ebbe beléptem, ebbe a világba beléptem, olyan volt, mintha egy űrhajóba léptem volna be, és előttem volt egy űrhajónak a vezénylő pultja, amivel tudtam, hogy bárhova, bármilyen gyorsan, bármilyen dimenziókba eljuthatok, de alig mertem valamihez hozzányúlni, mert nem tudtam, ha megnyomok egy gombot, vagy elindulok valamilyen irányba, hova fogok jutni. És ezt a csodálatos világot szerettem volna megtapasztalni. De ott bent, ebben a szem nélküli világban, ebben az árnyék világban nem titok, hát igen bizonytalanul álltam. És ahogy ott ádigáltam ebbe a világba, éreztem, hogy valakik megérintenek. Elkezdtem kérdéseket föltenni, és a pálcám hol jobbra, hol balra mozdult. Láthatatlan segítők gyűltek körém, oktatók, akik ezekben a világokban segítettek nekem. Teltek, múltak az évek. Mindig áhítoztam a csodákat és az új dolgokat. 25 év. Ennyi telt el ebben a lebegésben. Ahogy a láthatatlan kezek a pálcámon keresztül igent vagy nemet mondtak, biztattak vagy megállítottak. Aztán eljött egy időpont, egy pillanat, amikor talán a világ technikai fejlődése is odajutott, hogy már nem egy pálcát tartottam a kezembe, hanem egy aranyozott felületet, amire rátettem a kezem, és előttem volt egy diszplé, ami kiírt mindent. Kiírt mindent az energiák világáról, az érzelmekről, a gondolatokról, a kapcsolataimról, a lelkemről, a szellememről. Kiírta, hogy mennyi nehéz fény van benne, kiírta, hogy amikor gyerekkoromban beoltottak, milyen autonómiámba, hogyan sérültem, megmutatta, hogy vannak-e körülöttem szellemek, és már nem a pálcán mondott igent és nemet, hanem a Matrix Drops kompjúter. Olyan ez, tudjátok, mintha egy csillagközi utazás nem kint a csillagok között hajtanánk végre, hanem belül, a lelkünkbe, az energiáinkba. Ahogy Max Planck fogalmazta, mindezt a Matrixba éli meg az ember. Oda jutottam el, ahová addig még ember nem jutott el. És ezekben a világokban a kontrollom, a legnagyobb segítőm, drága Ildikém, a feleségem volt, és ő ma is. Úgy is mondhatom, hogy ketten lettünk ennek az új világnak a felfedezői. Felfedezők? Vagy művészek? Mert alkotásunkat elsősorban művészinek tartom. Másodszorban tudományosnak, hiszen tudományos eszközök segítségét is hívtuk, hogy ez megvalósulhasson. Eddig, ha ránéztünk egy emberre, egy másik húsvérembert láttunk, aki megszólalt, elmondta a gondolatait. Most már, ha előttünk áll egy ember, nem is nagyon szoktuk kérdezni, mert tudjátok, a mai embert, ha megkérdezzük, akkor
gyakran tapasztaljuk azt, hogy füllentgetnek az emberek. Ezért kérdés nélkül csak annyit kérünk, tegye rá a kompjúterre a kezeit, és a lelke mondjál az igazságot. Ugyanis a tudat világában nincs hazugság, csak igazság. És a tudat tudja, hogy mi az, mik azok a lépcsők, amit meg kell lépnünk, amit meg kell változtatnunk, hogy az állapotunk javuljon, változzon. A kompjúter föltárja, hogy van-e a közölünkben olyan vírus minta, baktérium minta, ami előbb vagy utóbb problémát tud bennünk okozni. A kompjúter mintákat lát, és a kompjúterben több millió minta van, amivel a bennünk lévő mintákat össze tudja hasonlítani. A kompjúter több millió kérdést tesz föl nekünk 20-25 másodperc alatt, és mi a szívmezőinkön keresztül ezekre válaszolunk. Sorbajakja, fontosság szerint. Mert egész más nekem, ami szerintem fontos, és egész más a lelkem szerint, ami fontos. Én idáig látok, a lelkem jóval tovább. És amikor elénk tárja a legfontosabb dolgokat, az saját lelkünk tárja elénk. Nem egy kompjúter, vagy nem én, hanem saját lelkem, saját magam elé. És ha valaki már magának sem hisz, akkor kinek? Tudjátok, amikor egy kompjúterre rátesszük a kezünket, legalábbis az érintő felületére, olyan, mint amikor bekerülünk egy nagy áruházba, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. És oda megyünk egy ilyen irányító táblához, ahol ott vannak az emeletek, egy kis piros X és egy nyíl. És oda van írva, ön itt áll. Körülbelül egy ilyen képet kapunk, amikor a kompjúter elénk tárja, hogy tisztelt hölgyem, tisztelt uram, ön most itt áll. Innen úgy tud kijutni, ha... És leírja a javaslatait. Valójában a saját lelkünk a tudat világából üzen nekünk, saját magunknak. Az extázisunk ott fokozódott, amikor rájöttünk, hogy nem csak magunkat tudjuk megmérni, hanem ha koncentrálunk fél percig valakire, bárki, aki a világ bármelyik pontján van, rágondolunk, és a kompjúter leírja annak az illetőnek a lelki állapotát, a gondjait, problémáit, és megmutatja azokat a mátrixokat, amivel a tudat mezején tud változtatni. Azért kell egy-két hétig szednünk az információkat, mert könnyen visszabillenünk a régi kerékvágásba. De ha egy-két hétig bevesszük a saját lelkünk sugalta információkat, változtatunk a viselkedési mintákon, előbb-utóbb az úgyis marad. Az extázis tovább fokozta, amikor rájöttünk arra, megmérhetünk egy távolba lévő embert. Elég, hogy bevegyük mi az ő viselkedési mintáját, és ha naponta háromszor rágondolunk az illetőbe, megtörténik a harmonizáció. Természetesen, ha ő is úgy akarja, semmi olyat nem tehetünk, ami a másik ember vágyába ne lenne ott. De ha van egy lázas gyerekünk mondjuk Londonba, és mi több száz kilométerre vagyunk, és azt mondja, anya segíts, lázas vagyok. Megnézem, mi az az érzelmi blokk, feszültség, ami kiváltotta benne a lázat. Megkeresem erre a megfelelő függvényt, magamhoz veszem néhány csöpp formájába, és rágondolok a gyerekemre. És átmegy a tudatmezőn keresztül, vagy amit sokan tudnak, a morfogenetikus mezőn keresztül. Nem csak magunkat tudjuk megmérni. Nem csak a szeretteinket bárhol a világba, vagy ismerőseinket. Meg tudjuk mérni az állatainkat, és meg tudjuk mérni a növényeinknek is az információs terét. És tudjuk, hogy mire van szükségük. Hány növény szenved a mai világba, és nem tudja elmondani, hogy mire lenne szüksége. De ha rágondolunk, és megmérjük, a kompjúter pontosan kiírja, hogy milyen hiányokba szenved az a növény, és ezt a hiányt oda tudjuk nekik adni. Azt hiszem, mindnyájan kaptatok egy ilyen kis prospektust,
a több százezer információval, néhány komplex információ van benne, és a legvégén a növényeknek szóló információk. Én 3 éve használom a kertembe ezeket a növényi információkat. A levéltetvek, a hernyók elkerülik a házamat. A csigák elkerülik a földi efremet. A krumplibogarak elkerülik a krumplit és a paradicsomot. A gombák nem támadják meg a szőlőmet. A füvem életre kelt. Volt olyan cseresznyefám, amiben a tűzhalál beleállt, ezt ki szokták vágni. Fölélet, gyönyörű. Amikor a tévé zengi, hogy vigyázat, Magyarországon le fog fagyni minden, mert -4, -5 fokok jönnek akkor, amikor virítanak a növények, én ilyenkor este kimegyek és lepermetezem a diót, a cseresznyét, a medgyet, az almát, a körtét, a szilvát. Én egy kicsit hűvösebb helyen lakom, mint mások, úgy is hívják, hogy hűvös völgy. De nekem idén semmim nem fagyott lem, sem tavaly, mert ha jön a fagy, és odaadom az információt a növényeknek, képesek 4-5 fokot növelni az aurájukon. Ezeket a permetező szereket nyugodtan meg lehet inni. Egymást le lehet vele fújni. És utána meg lehet mérni a növényeknek az aurája, hogy nő meg 10-szeresére. És tudjátok, a gombák, a férgek azokat a növényeket keresik, amelyek gyöngék. De ha egy növény erős, akkor azt nem támadja meg semmi. Sikerült visszabillentenünk azokat a növényeket, állatokat, amelyeket a környezeti hatások kibillentettek az egyensúlyukból. Végig éreztük, hogy szellemi segítőink a tudatmezőkön keresztül ott álltak mellettünk, és súgtak. És nagyon jó volt ezt az isteni tervet valóra váltani itt a Földön, veletek. Mert akik biztattok bennünket, és akik velünk együtt gondolkodtok, mind ennek a tudatosságnak az erejét képviselitek, képviseljük. Tudnotok kell a Matrix információról valamit. Az információnak az egyik lényege, ha találkozik egy szervezettel, növényel, állattal vagy emberrel, az információ saját magát akarja reprodukálni, létrehozni. Ez a lényege annak, hogy bármilyen információból kibillenünk, egy tökéletes információhoz vissza tudunk igazodni. Ez a tökéletes információ, ami vezérli a szervezet öngyógyító képességét. Én ezen az úton a pálcámmal indultam el. Drága feleségem Angliába a királyi udvarban tanult homeopátiát. Ő a rezgések, a homeopátiák irányából indult el a tudatosodás útján. Ő is, és jó magam is elmondhatjuk, hogy több mint 30 éve, hál' Istennek, nem kellett gyógyszerhez nyúlnunk. És igyekszünk ezt a családunkba, az ismerőseink körébe is, ezt a tudást, a tudatos tudást bevinni és ismertetni. Két dologra rájött a tudomány, hogy amikor az embernél elindul egy tudatosodás, amikor valamikor az ember lelkéhez akarunk szólni, vagy amikor az intuícióink bekapcsolnak, ami szintén nem egy elme, hanem egy tudati megnyilvánulásunk, amikor sugallatokat kapunk odaátról, intuíciókat kapunk, ezekben az esetekben egy különös kis szerv az agy mélyén, a tobozmirigy jön működésbe, jön rezgésbe, és a tobozmirigy készteti az embert, hogy ezeket a sugallatokat egy kicsikét jobban tudjuk venni az angyaloktól, a túlvilági lényektől, Jóisten sugallatait ők közvetítik felénk. De természetesen erre nem a hétköznapi ember jött rá, hanem hát a tudomány. Azok, akik a tudósokat finanszírozzák, évszázadok óta próbálják azt kérni a tudósoktól, hogy csináljanak már valami olyat, hogy ne minden ember
kerüljön öntudat szintjére. Nem minden ember fogja ezeket az intuíciókat, mert akkor az emberekkel, a tömegekkel nagyon nehéz bármit elhitetni. És kérték a tudományt, hogy találjanak ki valamit, ami az emberek intuitív képességét letompítja, lelassítja egy kicsit. És hát hamar rájöttek arra, hogy a tobozmirigy nagyon komoly szerepet játszik ebbe, és rájöttek arra is, hogy ha a tobozmirigyet körbevennék valamivel, akkor az emberek intuíciója egy kicsit lecsökkenne, és jobban lehetne őket irányítani, befolyásolni. Erre kitalálták, hogy a fogkrémeinkbe, amit nap mint nap magunkhoz veszünk, fluort fognak tenni. És a folyamatos fluor bevitel következtében a tobozmirigyünk körül 200-300-szor annyi fluor válik ki, mint ami enélkül történne. És ahogy körbeveszi a fluor a tobozmirigyünket, az szépen lassan ellustul, szinte leáll, ugyanígy az intuíciónk is. Én tisztelettel megkérnélek benneteket, hogyha szeretnétek a tudatosodás útjára lépni, ha szeretnétek intuitív emberek lenni, ha szeretnétek azt, hogy jó megérzéseitek legyen, akkor a fluort kapcsoljátok ki az életetekből. És természetesen ilyenkor az ember azt mondja, jó, de hát akkor mivel mossunk fogat? Hát én bennem is fölmerült ez a kérdés, és egy kutatóstábbal kidolgoztunk egy olyan csodálatos fogkrémet, amiben nincs fluor. Ez lett a Matrix Drops fogkrémünk, amiben sem fluor, sem glutén, sem cukor, sem mentol nincsen, nincsenek benne káros, kellemetlen anyagok. A mentolt azért kellett kiiktatnunk belőle, hogyha egy Matrix Dropsot valaki magához vesz, akkor az tudjon dolgozni a szervezetbe, és ne kelljen fél órákat várni, még egy-egy ilyen kemény, agresszív, intenzív hatás meg nem szűnik ugye a szájban körülöttünk. Még egy dologról szeretnék itt szólni, ez pedig egy csodálatos kis protektor, amit a telefonjainkra lehet tenni. Szinte mindenkinek van ma már mobiltelefonja, és mindenki tudja, hogy amikor telefonálunk, az olyan, mintha egy mikrosütőbe bedugnánk a fejünket. Nagyon komoly hatásnak van kitéve, és különösen az agy. Nagyon sok károsodást okoz. Na de hát a telefonról senkit nem lehet lebeszélni, hiszen naponta 10-szer, 20-szer, 50-szer használjuk. Ezért az elmúlt években kidolgoztunk rá egy protektort, ami tudományos intézetekbe lett bevizsgálva. Teljes védelmet ad az elektroszmog ellen. Nagyon javaslom mindenkinek, hogy lepje meg magát egy ilyen kis protektorral a telefonjára. Aki sokat számítógépezik, arra egy más típusú frekvencia védelem van, az is előállításra került, és van egy harmadik protektorunk, az pedig a gépkocsikba, ha valaki sokat utazik, ott is van egy meglehetősen nagy elektroszmog. A mai kornak, ha lehet mondani, rengeteg ártalmas hatása van, de ez a 2-3 nagyon-nagyon fontos. Nagyon jól tudjátok, hogy a régi sprayk hatására olyan gázok kerültek ki a szférákba, amelytől kilukadt az ózon, és egy lyuk keretkezett. Ennek következtében több millió ember szürkehályog problémában szenved, ugyanis egyszerűen a szem lencséje az embereknek elszürkült, nem bírja átengedni a fényt, megromlik a látás, és néhány év után 30-40-50 éves embereknek szemlencséket cserélnek egy nagyon komoly műtéttel. Az ózonon átjönnek azok a sugárzások, amelyre az ember nincs fölkészülve. Igen ám, de ha nem napozunk, akkor meg nem jutunk UVA-UVB sugárzáshoz, nem képződik a szervezetbe D-vitamin is. Aki nem napozik, annak a rákos megbetegedésre való hajlama 50%-ot emelkedik. Tehát meg kellett oldanunk azt, hogy napra is mehessünk, ne is égjünk meg, ne is legyen káros hatása a napsugárzásnak, de tudjunk napozni. Tehát azt nem tehetjük meg, hogy bebújunk nyáron egy hűvös szobába, hogy nehogy napra kerüljünk, mert annak meg megint nagyon komoly káros hatásai lesznek.
megoldottuk ezt a problémát a 333-as számú Matrix dropsunkkal és a napvédőkrémünkkel. Megfigyelték, hogy déli országokban sokkal kevesebb a rákos megbetegedés, mint az északi országokban, ahol kevés a napsütés. És elterjesztették, hogy mindenki bújjon el a nap elől. Hát mindenben van egy kis igazság, mindenben lehet egy kis hamisság is, de nekünk meg kellett keresni mindenre a megoldást, és meg is találtuk.